2017-ben Gyulaváros sportjáért kitüntetésben részesült Reisz József, ahogy sokan ismerik Gyulán Csári bácsi, a gyulai várfürdő úszó szakosztályának edzője. Kéz egy című műsorunkban ezúttal vele beszélgetünk. A búvás sportszakágai közül a legnépszerűbb az uszonyos úszás. Gyorsaságával és látványosságával kiemelkedik az uszodai sportágak közül, ezért is nevezhetjük az uszodai Forma 1-nek is. Reisz József több éves edzői pályafutása elismeréseként idén megkapta a város sportjáért kitüntetést a 2017. évi sportbálon. A számomra ez a díj nagy megtiszteltetés, nagyon megható volt és nagyon örültem neki. Az az igazság, hogy most nem számítottam rá, úgyhogy még egyszer mondom, hogy nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akiknek élveztem a bizalmát, akik rám szavaztak, meg hozzásegítettek ehhez a díjhoz, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, nagyon jó érzéssel tölt el, és büszke vagyok rá, és kimondottan előkelő helyre fog kerülni a lakásomban ez a díj a többi mellé. Aki kapcsolatba került már valaha a gyulai úszó sporttal, az tudja, hogy Reisz József alias Csárli az a gyulai úszó élet egy emblematikus figurája. Háromszor kapott már kiemelt díjat, és ez egy életmű díj, amit most kapott, és erre nagyon büszkék vagyunk. Ez mind a gyulaiaknak, mind a gyulai úszóknak, mind pedig a várfürdőnek egy nagyon nagy megtiszteltetés. Reisz József már gyermekkorában megszerette a vizet, de akkor még csak horgászott. Általános iskolai tanulmányai idejében egy úszó tanfolyamon nem sikerült megtanulnia úszni, de a későbbiekben sikeresen elsajátította az úszás csínyát-bínyát. Az évek során megismerkedett a búvárúszással, melyet hosszú évekig Ambrus Imrével végeztek közösen. 1976-ból indult a dolog, amikor az MHS berkein belül kialakult egy olyan búvárcsapat, akik a búvárkodással foglalkoztak, rendszeresen lejártak úszni. Az MHS katonai, félkatonai szervezete búvárokat képzett ki. Pék Zoli volt akkor a vezető, a klub elnöke. Csárli akkor még úszóként vett részt a csapat munkájába. 80-ba került át edzőnek, és én 81-ben jelentkeztem nála, ifjú edzőként, hogy lehetne valamit nekem is ténykedjek a csapaton belül. Először a szárazföldi kondicionális edzéseket csináltam, ezzel bíztak meg. 2-3 évig körülbelül ezt csináltam, de folyamatában is később is a szárazföldi edzéseket leginkább én csináltam és én intéztem. Vagy együtt a gyerekekkel, vagy pedig leírtam az edzéstervet, és akkor azt szerint megcsinálták. Amikor az iskolai továbbképzéseket csináltuk, akkor merült föl az, hogy a szárazföldi mellett a vízjegyzésekben is részt kell vegyek. Annál is inkább, mert egyre inkább úgy alakult a sportolók teljesítménye, hogy megkövetelte azt a fejlesztést, tovább lépést, hogy napi két edzés vízben és egy szárazföldi edzés vált lehetőségére. Nem mindenkinek, azoknak a sportolóknak, akik abban az időszakban már olyan szinten álltak, hogy el lehetett velük kezdeni a komolyabb edzést. Tulajdonképpen innentől számít az, hogy napi szinten együtt dolgoztam Csárlival, aki egyébként a motorja volt az egész társulatnak. Úgy is mondhatnám, hogy a humor vitte őt mindig, olyan szuggesztív egyéniség volt, most is az egyébként, akiért rajongtak a sportolók, olyan magával ragadó egyéniség, sodró lendületű humor, ami ellenállhatatlan volt legtöbbünk számára. Képes volt, és ezt rendszeresen csinálta emlékeimbe, idézve, hogy időre úszásokat csináltunk, és a stopperrel a kezébe
végig kiabálva, végig küzdött avval a sportul, aki éppen úszott, és azt látták a többieket, és pontosan tudták, hogy ugyanezt csinálja akkor is, amikor ők úsznak. Ez rendkívül jó hatással, olyan motiváló hatással volt rájuk, amelyet azóta se és azelőtt se láttam egyetlen egy edzőnése. Ő volt a humor, a szuggesztív egyéniség, akiért rajongott mindenki. Én inkább a szigorú és a következetes szerepét játszottam, de nagyon szépen kiegészítettük egymást. Az alatt a 25 év, 26 év alatt, amíg együtt dolgoztunk, egy hangos szó nem volt közöttünk, mindenben a legmagasabb szinten, szakmailag, emberileg egyetértettünk, és mindent egységesen csináltunk. Egységes elképzelés alapján, mindjárt az elején össze is állítottuk azt a néhány pontot, amiben az edzésmunkákat a továbbiakban tovább visszük. A 4+1 alaptételt Reisz József és Ambrus Imre az évek során betartotta. Úgy, mint a doping ellenes, egészséges, egyénre szabott edzések vezetése, ezt követően az, hogy a versenyek ne céljai, hanem eszközei legyenek a sportolók mentális, pszichés és fizikai fejlődésének. A vidám hangulatú, de kemény, következetes és céltudatos edzésmunka természetessé tétele, a sportolók önmagukért és másokért való kiállása, a klubtársak közötti empátia, a klubhoz történő lojalitásra, az ellenfelek tiszteletére nevelés. A plusz alaptétel pedig az, hogy a rajtkövön mindenki egyedül van, de az odáig vezető úton a lehető legszélesebb körű felkészítést, tudást, erőt, akaratot kifejlesztik számukra ahhoz, hogy sikeres emberek lehessenek. Kósa Gábort 10 éves korában kezdte el edzeni Reisz József Charlie bácsi. Az évek során számos országos verseny dobogója mellett a magyar bajnoki cím megszerzése és az országos ifjúsági válogatott tagjaként világbajnoki bronzérmet sikerült elérni. Tényleg szinte úgy is éreztem mindig, hogy apám helyett apám volt, nem csak reggel este együtt töltöttük az időt, ugye reggel 6-tól edzés volt, délután 4-től. Egy nagyon kellemes légkört tudott teremteni, mellette meg volt a szigor is, az elszámoltatás, de szerintem őt tényleg csak példaként lehet tekinteni bármelyik edzőnek. A számos év alatt csomó elismerés és díj övezte a munkáját. Az 1990-es években Reisz József Ambrus Imre edzőpáros a 400-as Fátót összehívta, és ami 1992-ben meg is valósult. Kósa Gábor, Jámbor Zoltán, Szabó Jenő és Petrócki Zsombor összeállításban, akik országos bajnoki címet is szereztek. De ezek mellett volt pár díj, és volt egy, amit fel is ajánlottak önnek. Ez pontosan mi, ami most a kezében is van. Igen, így van. Ez egy különleges számomra, egy nagyon-nagyon különleges díj, ami nagyon a többi mellett nagyon szívmelengető. Ez a búvárúszás történetében az első alkalommal megrendezett ifjúsági világbajnokságnak, a 4x200-as váltónak a harmadik helyezettjének járó kupa. Az én fiam is tagja volt ennek a 4x200-as váltónak a Kósa Gabi, és mivel együtt töltöttük az edzőtábor Dunaújvárosba 2 hetet, és én nagyon különleges figyelemmel foglalkoztam a négy fiúval, nagyon készültünk erre a 4x200-as váltóra, nagyon szerettek volna dobogon végezni, ami sikerült is, és akkor úgy döntöttek a fiúk, hogy emlékképpen nekem ajándékozzák ezt a kupát, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, és nagyon nagy becsbe tartom, nagyon fontos trófeja számomra. Hány versenyzőt sikerült kinevelniük? És közel hány díjat sikerült szerezni? Nagyon sokat, hát nem is tudok számokat szinte mondani. Nagyon sok, így mondom, gyerkőc ment át a kezem alatt. Mindegyik úgy gondolom, hogy örömmel meg jó szájízzel úszott nálam. Nem lett mindenkiből országos bajnok, nem lett mindenkiből csúcstartó, de nagyon-nagyon szép éveket töltöttek itt nálunk az Egyesületbe. Ambrus Imi
Ő volt a szárazföldi edzéseknek az irányítója. Nagyon sok hosszú-hosszú évtizedes munkát, amit ő is belefektetett ezekbe a gyerekekbe. És nagyon szerettek, én úgy gondolom, erős volt a kollektíva. Arra, amit mondott, visszatérve arra a ominózus váltóra is, hogy akkor, abba az időbe össze egyetlen szóra, mint a jó katonák, összeálltak, akik már évek óta is nem úsztak, és a hívó szóra hajlandók voltak újra edzésbe állni, és az a váltó, amit felolvasott, bizony nagy meglepetésre, így mondom, országos bajnoki címet ért el akkor Balatonfűzfőn. Az úszonyos és búvár sport az 1990-es években még híresebbé tette Gyulát, nem csak Magyarországon, hanem világszerte is. A világ különböző pontjain, ha megjelentek a gyulaiak, akkor olvastam, hogy mindenki azt mondta, hogy jaj, megérkeztek a gyulaiak, rettegünk. Igen, ez való igaz, ez így történt sokszor, amikor megérkeztünk egy jó, egy országos bajnokságra, vagy egy komoly versenyre, akkor a kollégák jó értelemben felszíszentek, hogy hú, itt vannak a gyulaiak. Valamit biztos, hogy van valami meglepetés a tarsolyukban. Általában volt is, de attól függetlenül nagyon jó volt a viszony a mai napig azokkal a régi kollégákkal, és a sportolók között is szinte azt lehet mondani, hogy életre szóró barátságok is szövődtek, amik a mai napig fönntartanak egymás között. Szoktak egymással találkozni, összejönnek, úgyhogy tartják a kapcsolatot. 1984 óta nagyon nem volt olyan év, amikor nem lett volna ez az úszósport díjazva, akár Gyula sportjáért, az év sportolója, és akár a legeredményesebb szakosztály. Hogy sikerült ezeket a díjakat így megszerezni, így több éven keresztül? Hát sikerült. Többször én is voltam az év edzője, akkor versenyzőim sokszor voltak az év sportolói. Én háromszor kaptam, így mondom, kitüntetést az AISA elnökétől kitűnő utánpótlás nevelésért, úgyhogy nem panaszkodom, sok elismerést így mondom kaptam, de ez a mostani, ezt még egyszer hangsúlyozom, ez nagyon jó eset, amit most kaptam a éves, vagy a sok éves, így mondom, a sok éves évtizedes munkáért. Ez esett a legjobban. Köszönöm szépen még egyszer. Sportág olyan helyszínén vagyunk, az 50 méteres úszodánál, ahol számos verseny és oktatás is gondolom folyt. Az 50 méteres úszodára így visszagondolva az években milyen emlékekkel van? Nagyon jó emlékeim vannak visszagondolva, még ugye mi annak idején a régi úszodába végeztük a felkészülésünk nagy részét, meg a 25-ös Tammedencébe, mert télen mi búvárúszók nem tudtunk edzeni, csak alapozó időszakban, amikor kisúszonnyal vagy úszony nélkül úsztunk rengeteget, de a nagy delfin úszonyokat a termálvízben nem tudtuk használni, mert a látási viszonyok nem tették lehetővé, úgyhogy nekünk inkább a nyáron sikerült a felkészülést úgy megvalósítanunk, akkor kellett nagyon belehúzni, mert akkor, amikor így mondom, májustól szeptemberig volt az 50 méteres úszoda használható állapotban. Mi az a legbelsőségesebb emlék így az évek során, akár egy verseny, akár egy tanítvány? Hát mint tanítványt, akivel én így mondom a pályámat igazából elkezdtem, a Szabó Jenő kedves tanítványom, aki sajnos már nincs köztünk, ő volt az első tanítványom, akivel sikerült nemzetközi szinten és sportolni, és ő volt az első tanítványom, akivel ki tudtunk jutni 1986-ban Nyugat-Berlinbe egy világbajnokságra. Nagyon sokat készültünk itt ebbe a akkori 50 méteres úszodába, régi, nehéz körülmények között, úgyhogy rá mindig csak meleg szívvel tudok gondolni.
gyerekeknek a kerettanterben végzett kötelező iskolai úszásod oktatását végzem első, második, harmadik évfolyamba. Azon kívül járnak felső tagozatból is más iskolánkból hozzánk külön, meg ami már elhangzott, a fogyatékkal élő sportolóknak segítem a felkészülését. A gyerekekkel hogy lehet legjobban megszeretetni az úszást és a vizet? Hát erre azt tudom mondani, amint amikor én elkezdtem az úszás oktatást 1993-ban, a akkori igazgatónő Bordásné Margitka a Nészem közti beszélgetésben elmondta nekem, hogy én ezt szívügyemnek tekintem. Ért nagyon fontos dolog, amit nagyon jó vések az elmémbe, hogy a közvetlen kollégámmal nagyon jó kapcsolatba kell lennünk, mert életekért felelünk, és nagyon kell szeretni a gyerekeket. És én úgy gondolom, hogy ez erre a mai napig emlékszem neki erre a mondására, és ez másképp nem megy. Tehát ez anélkül nem működik ez a rendszer. A gyerekeket nagyon kell szeretni, és nagyon kell rá vigyázni. Vigyázzunk. Ez mindenek előtt, ez úgy gondolom, ez a két legfontosabb dolog. Úszásport azért mondhatni tényleg nagyon szép, de egyben veszélyes is lehet. Mik azok a veszélyek, amikre lehet figyelni, és hogy lehet ezeket kiküszöbölni? Hát igen, jól mondja, az úszás az egy idegen közegben végző tevékenység, és nagyon veszélyes tud lenni. Főleg akkor, ha az ember, úgy mondom, már elbízza magát is, és nem tiszteli a vizet, nem tart be bizony olyan szabályokat, amik az úszásra kötelező. Ezért veszük a nagyon kollégáktól nagyon szigorúan úgy az eredményeket, akinek mi azt írjuk a jegyzetébe vagy a füzetébe, hogy víz biztosan úszik, azt én nyugodt lelkiismerettel kimerem engedni akár a mély vízbe, akár a szabadtéri vizekbe is. Hát ez úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, mert ez életek tudnak tőle, tehát ez nem játék. Komolyan kell venni nagyon. Mi az, ami a mai napig is inspirálja? Edzőként, ami inspirál, hogy most elsősorban a Nusóról beszélek, mert rajta kívül vannak mások is, például a Herceg Jánoska is, meg még bízom, mert lesznek még mások is, akikkel foglalkozom, hogy a Nusónak is az a töretlen lelkesedése, hozzáállása, hogy itt van minden nap, csinálja a feladatot, és tényleg mindent megcsinál, amit kérek tőle, és az engem is inspirál abba, hogy próbálom a legjobb tudásom szerint irányítani neki a felkészülését. Hogy itt van Gyula városában ez a nagyon sok nebuló, ez a nagyon, nagyon sok gyerkőt, mondhatom azt körülbelül úgy 1000 fő futált a kezünk alatt egy évben, hogy azért azoknak adni egy olyan pluszt, hogy megtanuljanak úszni. Nyilvánvaló nem mindenki tanul meg úszni, de a közeget mindenki megszereti. Azt én bátran kimerem jelenteni, hogy azért közülünk úgy nem megy el gyerkőt, hogy ne szeressen ide jönni. Tehát nagyon-nagyon szeretnek, és nagyon fontos. Megtanul úszni, szereti a vizet, az egy biztonságos közeg, utána azért akkor otthon elmondja édesanyja, édesapa, hogy milyen jó, gyertek ki, nézzetek meg engem, és akkor lehet, hogy a kedves szülő kihozza a gyereket, nem megy el más vidékekre, és jó érzi magát a fürdőbe, és egy potenciális vendég is lesz belőle. Meg azért a gyerekek visszajárnak. Tehát én látom, azért évek alatt később kijönnek, úsznak, nyáron kint vannak, télen kijönnek, mert megszerették ezt a közeget, és szerettek ide járni. Úgy gondolom, minden gyerek, akikkel beszélek, kollégákkal, pedagógusokkal, amúgy alig várják. Tehát nagyon várják az úszást. Nem hallok olyan visszajelzést, hogy jaj, már megint úszni kell menni. Szeretnek, a gyerekek szeretnek ide jönni. És ami még nagyon fontos, hogy sok olyan, vannak olyan osztályok, vannak olyan gyerekek, akiknek a szülő nem tudja megengedni magának azt, hogy esetleg elvigyen magánúszás órára, vagy nem tudja kijönni a fürdőbe. Óriási lehetőség, hogy vannak lehetőségeik arra, hogy megtanuljanak úszni az iskolára. Sokan Charlie bácsiként ismerik. Hogy jött ez a név? Hogy alakult ez így ki? Hát igen, ez nagyon
jó kérdés a részéről. Ez nagyon régen kialakult, még 8. osztályos gyermek voltam, mikor volt egy sorozatfilm a tévében, és abban volt egy Charlie nevezetű színész, aki valamilyen formában vagy viselkedésben hasonlított rám, és akkor rám maradt ez a név, onnantól kezdve engem Charlie-nak hívtak. A volt régi kolléganőmmel, a Szentlélekini Évikével próbáltuk, mikor jöttek a gyerekek, ugye bemutatkozunk első alkalommal, hát hogy Charlie bácsi, hát mégse, hanem Jóska bácsi. De lehúrogták, mondták, nem Jóska bácsi, az Charlie bácsi. Úgyhogy nem is próbáltunk ez ellen tenni, úgyhogy én már így maradok minden gyulai gyereknek, vagy már a szülőknek is, hogy Charlie bácsi a köztudatban. De örülök neki. Jövőre nézve, milyen versenyek és milyen tervek vannak? Hát a jövőre nézve a Musóval lesznek több versenyeink, márciusban, áprilisban lesznek országos szintű versenyeink, és az országos bajnokság természetesen. Igyekszünk jó eredményeket elérni, nem csak érmekbe, hanem időeredményekbe is, és ha lesz valószínű, hogy a közeljövőben lesz, az idén nem is, de jövőre, vagy aztán komoly nemzetközi verseny, akkor azon mindenféleképpen szeretnénk kijutni és jól szerepelni.